Véglegesítették a Marosvásárhely Európa kulturális fővárosa 2021 projektet, amelynek leadási határideje október 10. A városvezetők célja, hogy Marosvásárhely tanulóközponttá váljon, ahonnan mindenki gazdagabban tér haza. Multikulturalitás és tanulás ezek a Marosvásárhely Európa kulturális fővárosa 2021 projekt kulcselemei. A cél, hogy a város a látnivalókon túl is nyújtani tudjon valamit a lakosoknak és az ide látogatóknak egyaránt, hogy egy olyan helyi váljon, ahol tanulni lehet. Ennek érdekében két új központot hoznának létre. Az egyik az a kulturális központ lenne, ahol kimondottan táncművészetek, mozgásművészet, előadásművészet, zene, festészet. Ilyen területen próbálhatnák ki magukat mindazok, akik akár csak érdeklődőként, kíváncsiskodóként bele szeretnének kóstolni ezekbe. Másrészt pedig a a digitális erdélyi központ, amely kimondottan az új technológia felhasználására, az új digitális technológiáknak a kipróbálására lenne felépítve. A projekthez Marosvásárhely mellett Szováta és Segesvár is hozzájárul. Jónél a Segesvár ideiglenes polgármestere elmondta, úgy érzi, a város megérdemelni a figyelmet és a támogatást, ami a projekt megvalósulásával járna. Ezt többek között lehetővé tenni a vár felújítását, valamint a szociális és gazdasági élet fellendülését. Ez nagyon költséges projekteket jelent, amelyek egy modern turizmushoz vezetnének. Ma körülbelül 250-280 ezer turista érkezik Segesvárra évente, szerintem ez a szám megduplázódhatna. Ez munkahelyeket jelentene a segesváriaknak és a munkaképes lakosok teljes körű foglalkoztatottságát. A projekt értéke megközelítőleg 32,5 millió euró, melyhez a helyi önkormányzat, a megyei tanács, az állami kassa és az Európai Unió is hozzájárulna. A kulturális fővárosi címre több mint 10 romániai város pályázik, Marosvásárhely mellett többek között sepsi Kolozsvár és Arad is.